Sziasztok! Ebben a részben a hagyományos felhúzásról lesz pontról pontra egy kis rövid összefoglaló, hogy minél ügyesebben és minél biztonságosabban tudjátok elvégezni. Gyertek és tartsatok velem! Lássuk az első pontot. Itt is nagyon fontos, hogy milyen pozícióba és hogyan tudsz beállni. A lábad ugye igazából ezen keresztül megy az egész terhelés, tehát nagyon fontos, hogy ezt megfelelően tud beállítani, hogy kellően tudják kifejteni, ha már felhúzásról van szó. Itt általában azért nagy súlyok, nagy terhelések mennek végbe. Tehát kritikus az egész, hogy jól legyen az alátámasztása. Tehát én azt javasolnám, és úgy álltok be, hogy durván egy fenék széles terpezbe álljatok be a rúd alá. A rúd alatt azt tettem, hogy a cipőfűzőtök van, próbáljátok pont beállítani, hogy a rúd fölé esse a rúd. Tehát ne mögé álljátok, mert akkor előre kéne dőltök a súlyokat, és ne túlságosan a töréhez, mert akkor nem fogtok tudni rendesen beállni. Jó? Tehát a beállás az a jó, a körülbelül egy fenék széles terpezben beálltok a cipőfűzőtökkel a rúd alá. Vannak viták, hogy jó, hogyha egy picit kifele néz a lábad, egy kicsit előrefele néz a lábad. Én amondó vagyok, hogyha előrefele néz, vagy egy-két fokos szöget kifelé, az teljesen tökéletes, de így ne álljon a lábad. Jó? A másik pedig befele végképpen. Tehát ezt ott rögtön abba kell hagyni. És az se baj, hogyha nem, tehát nincs különbség a két lábad között. Tehát ez bagatell dolognak tűnik, de ezekre oda kell figyelni. Jó? Tehát durván egy fenék széles terpezbe beálltok, egy nagyon picit nézhet kifelé a lábatok, a cipőfűző pont a rúd fölött legyen, és ez így teljesen tökéletes lesz. Ha már megvan a lábpozíciója, nagyon fontos, hogy a térdünkkel mit csinálunk. A térd ugye általában útba szokott lenni felhúzás közben, tehát vagy amikor felhúzod, vagy amikor teszed le, mindig van benne egy kis hullám, levorzsul a térdet, végighúzod a lábfelvonalat és útba van. Ezt úgy tudod megakadályozni, hogyha próbálsz a térdeddel nem előre, tehát nem egy beguguló pozícióba helyezkedni, hanem az előbb mutattam már, beállsz a rúd fölé, és amikor dőlsz előre a rúdra, hogy rá tudják kapaszkodni, a fenekedet, a medencéret kezd el hátrébb vinni, és utána a fenekedet megfeszítve, hogy nagyon picit kifele állnak a térdé, és ebbe kezdesz el lehajolni, érte, ha észrevettétek, ebbe a pozícióba így nem fog előre billenni a térdet, és lesz útja a rúdnak, tehát fel tudod húzni. Ez szemben úgy néz ki, hogy beállsz a pozíciódba, pont a rúd alá, és így, amikor hajolsz, hogy nem előre dőlsz, nem ráhasolsz, hanem szépen feneket elkezdett hátatolni a fal felé, berogyasztod a térdet, és megnézed, hogy picit kifele néz. Tehát nem előre zár, hanem picit kifele néz, és ebbe szépen le tudsz hajolni a súlyért. Gyors talpalóban, ugye, ha a lábad rendben van, a térded rendben van, itt szokott a következő nagy bökkenő jönni, ugyanis hogy tartod a hátadat. A háttartás, azt úgy kell elképzelni, mint egy pecabotot, hogy ha azt nagyon meghajlítod, nagyon meggörbíted, akkor bizony akkor baj lesz. Tehát amikor azt látod, hogy valaki fölkúposodik, vagy lent hajtjad a lába, a hátát, vagy akkor elkezd erőködni, hirtelen neki feszül, neki patol, és ebbe dolgozik, vagy akár még rángatja is, vagy nagy Isten magadra ismersz, ezt minél gyorsabban és minél előbb be kell fejezned. Ezzel ugyanis megkockáztatod azt, hogy ténylegesen sérülés legyen, vagy akár kockoromsérülés legyen, rúgvágó legyen, tehát minden hátfájás, minden elképzelhető probléma az ezekből nagyon könnyen össze tud adódni. Tehát talán nem kell részletezni a fontosságát, ez minden ember is így van, ha felhúzod. Nagyon nem mindegy, hogy az izmokkal dolgozol, vagy ráterheled a súly, a váz vagy a csontozatra, vagy a vázizomzat, maga az izmok, azok elbírják, azok tudnak ezzel dolgozni, tudod terhelni őket, tudod használni őket, viszont a csont, a gerincoszlop, az fix. Ha te azt nem tartod a megfelelő pozíciójában, nem tartod meg azt a szükséges kis S-formát, ami a gerincoszlopnak kell, hanem egy ilyen nagy, homorú, íves tartás lesz, abból bizony ismétléssel, potenciálisan sérülésnek teszed ki magad.
Itt ugye vannak nézetkülönbségek a versenysportban, és vannak, nevezzük ugye ezen kívül. Ami a versenysportban van, én amondó vagyok, hogy ez egy nagyon szűk réteg, és körülbelül a nézőknek is 2-3%-ban lesz ebbe érintett. Nekik ott vannak a versenyedzők, ott van a versenyfelkészülők, ott vannak a különböző technikák. Én ebből eltávolodok, ez nekik biztosan jó, különben nem csinálnak így, de aki ebből maradék szűkös kis 97-95%-ba tartozik, szerintem érdemes lesz odafigyelni arra, hogy a háta egyenes maradjon, mert ha szeretne egy hét, két hét, két hónap, két év múlva is ő megfelelően edzeni és hátfájás nélkül lemenni a terembe, esetleg bevásárolni, gyerekeivel dolgozni, annak nagyon fontos lesz, hogy a háta az ne fájja. Ugye egészen más egy hátizomerősítés, meg egy rehabilitációs edzés. És ahhoz, hogy te a rehabilitációt elkerüld, és mindenféle fájdalmat kiküszöbölj, ahhoz neked ezt a háttartást meg kell tartanod. Lehet ezt egy kicsit besöpölni a szőnyeg alá, lehet ezt késleltetni, meg nem tudomásul venni, ez sajnos tény. Tehát ideig óráig lehet, hogy neked senyivel nem lesz, viszont pont amikor legkevésbé szeretnél, pont amikor nem számítasz rá, lehet, hogy enyhen áthat, vagy egy kicsi figyelmetelés miatt meg fogod húzni magad, és ebből baj lesz. Tehát ezt talán nem is részletezném tovább, a felhúzásnál a legfontosabb az, hogy a hátizmat egyenesen tart. Hogy ez hogy néz ki? Oldalra mutatom, most külön úgy nem fogok ráfogni. Tehát amikor te bepozícionálod magad, ugye a lábad térded már bent van, körülbelül rá is fogtál a hudra, és innen az esetek 90%-ában látok valakit emelni a következő történet, ráfog a hudra, és már veszettül elkezdi hátrafele húzni a hátát, csak tolja, egyre jobban megörgül, és hogyha pek van, akkor ilyenkor fog hallani egy pici kis kattanás, és onnantól kezdve vége van. Vagy egyébként, ha csak belegondoltok, valaki felhúzott, derekához kap és elkezd battyogni, az bizony nem volt megtartva. Tehát, amit tudtok csinálni, lehajtottok a rudit, ráfogtok, és amikor már be van pozícionálni, tehát nem akartok lassra esni, nem akartok belerülni, hanem szépen belekapaszkodtok, kihúzzátok a hátatokat, tehát ennek nyíl egyenesnek kell lennie, és itt először lábbal kezdtek el tolni, és miután elértétek a rúddal, hogy a térdetek fölött vagytok, onnantól lehet ki egyenesedni és fölállni. Röviden a háttartásra annyit mondanék, higgyétek el, erre oda kell figyelni, nem így megfizikózni. No. A következő pont, az pedig az lesz, hogy mennyire kell a fenekedet magasra, és mennyire kell a fenekedet mélyre engedni. Itt az alkati különbség, az ki fog jönni. Akinek hosszú a gerincoszlopa, vagy hosszabb a lába, hosszabb a karja, nem ugyanabban a szögbe fog állni a háta. Úgyhogy itt ezt a játékot, ezt a kis különbséget mindenkinek bele kell számolni. Itt az a lényeg, hogy megfelelő arányban tudjátok használni a hátatokat és a lábatokat is. Egy kicsit próbáljátok már ezt úgy elképzelni, nagyon hülye példa lesz, mint egy hamburger. Jó? A hamburger úgy néz ki, hogy van a két zsömle, a vállad és a térded, és van a husi, az meg a feneke. Jó? Tehát, hogyha túlságosan nagy a buci alja, akkor az nem lesz jó hamburger. Ha túlságosan nagy a bucinak a teteje, az se lesz jó. Tehát el kell szépen harmadolni három egyforma megfelelő része azt, hogy ti tudjatok dolgozni. Tehát nem lehet a mérleg nyelve semmelyik irányba eldőlve. Akkor jó, hogyha ezt megtaláljátok. Ugye akinek hosszabb lesz a lába, értem szerint egy picit följebb fog kerülni a feneke, akinek hosszabb a karja, hosszabb a hát, egy kicsit lejjebb fog kerülni, de arányaiban tekintve nagyon minimális lesz az eltérés, és ezért lehet ezt a sablon példát használni. Tehát amikor beálltok, arra nagyon figyeljetek, hogy ha itt fönt van a feneketek, és ebből akartok dolgozni, ez egy merevlábos felhúzás lesz, és ebben nem tudtok akkor erőt kifejteni, mint egy hagyományosban. A láb munkája az lényegében ki van kapcsolva, mert csak a hátatokkal belemerítetek egyet, amit amúgy is egyenes háttal kéne tartani, túlságosan stresszelitek a medencéteket, nagyon sokan még kötöttek, és ezt be is van nekik húzva, felejtsétek el. Ha ezt nem tudjátok megtartani, előtte kezdjétek el inkább mobilizáló gyakorlatot csinálni. Tudom, senki se szeret nyújtani, senki se szeret ezzel tökölni, viszont hogyha ezzel nem foglalkoztok, le fogtok sérülni. A másik pedig, amikor túlságosan belenyújtok
Ha beleültök, tipikusan az, akinek a lába szét van húzva, tehát a rúd széttarcolja, és belevegy egyfolytában a térdét. Itt ezzel nem fogtok tudni hatással dolgozni, magatok ellen dolgoztok, ráadásul a lábatokat fogjátok fölöslegesen stresszelni, és inkább egy guggolást csináltok magából a felhúzásból. Úgyhogy itt is csak azt tudom javasolni, hogy hasonlóan, mint amit a szónál is említettem, az alkotok és a lábszeretek, azt próbáljátok meg egy vonalba összerakni. Tehát akkor ráfogtok a lúdra, és beállítjátok, körülbelül ennek egy vonal kell képeznie. Egy apró pici kis hozzászólás, vagy észrevétel gondolat, ahogy emelitek a súlyt, hogy az indító pozícióba, és ameddig el nem éritek a térdetek vonalát, addig a hátatok ugyanabban a szögbe kell maradni. Az alsó részen lényegében csak a lábatokkal nyomtok, a hátatokkal tartotok. Ha húzás, az majd csak később kapcsol be. Tehát amikor bekészültök, itt megfeszítitek a hátatokat, és innen elkezdtek a lábatokkal dolgozni, ha megnézitek, ez a vonalom, a hátam, az nekem teljesen fix. És én, amikor ezt már elértem, akkor kezdek el kiegyenesedni, és tartom a szöget. Jó? Ezt még így pluszba hozzá, adjátok hozzá, és akkor minden működni fog. No, következő pont az, hogy hogyan fogjuk meg a rudat. Sokan szeretik, főleg kezdők, vagy hirtelen belugorva az emelések világába ezt a keresztfogást előtetni, vagy elővenni. Én ezt nem tanácsolnám elsőre, megmondom miért. Azért, mert eleve már előbb-utóbb egy nagy súlyjal fogtok dolgozni, mert miért ne csináltok a felhúzást, nyilván erre megy ki mindenkinek a játék. Ha ti ellentétesen fogjátok meg, ez nektek mindenképpen egy csavarodó, egy rotáló mozdulatot fog okozni. Ez a mozdulat ez elkerülhetetlen, és az elején ez nektek nem biztos, hogy még szükségetek van arra, hogy a sok-sok-sok kis apró figyelmivalon túl még azzal is elkezdtek ott kartozni, hogy most jól egyenesen állod vagy sem. Jó? Tehát ezt most egyelőre felejtsük el, rendes, normál, hagyományos fogással végezitek el a gyakorlatot. A másik pedig, amikor fogjátok a rudat, általában mindenki így szeret csak így az ujjával rákapaszkodni. Az nem lesz jó, hogyha csak ráfogtok az ujjatokkal, ki fogja húzni a súlyt. Próbáljátok meg ököllel rászorítani, úgyhogy az öklötök lefele nézzen. Tehát kicsit olyan, mintha magatok felé akarnátok húzni a rudat, tehát lefele nézz az ököl. A másik pedig az, hogy mintha a rudat le akarnátok csavarni saját magatokra, a könyökötök, hogy fogjátok, tessék beszorítani. Jó? Tehát ez úgy néz ki, amikor ráfogtok, megnézitek a fogást, rászorítjátok kezeteket, és a könyökötöket is leszorítjátok. Utána hozzá is nézitek a feneketeket, és ebből mehet az emelés. A másik pedig lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, milyen szélesen fogjon meg a rudat. Itt általában az a mérvadó, hogy mit is akarunk ezzel csinálni most. Ugye nem olimpiai súlyemelésről van szó, hanem csak az, hogy hatással tudjunk dolgozni. Az egyik szempont, hogy az alkarunk és a lábszemünk az ne érjen össze. Pofon egyszerű, egyrészt nem akarjuk, hogy szétdörzsöljük magunkat, a másik pedig az, hogy ne legyen útba. Tehát aki így emelgeti a súlyt, hogy a könyökkel és a kezel szét van dörzsölve, az nem lesz jó. Arról nem is beszélve, hogy így a súly nem lesz elég közel, tehát a súlypont távolabb lesz az emelést elvégző személyi súlypontjától, ez most nehéz szó lesz, az én súlypontomhoz képest messze lesz a súly, amit mozgatni akarok, és minél messzebb van, minél messzebb tartom a rudat, annál nehezebb lesz a súly. Magunkkal meg nem akarunk kiszúrni. Jó? Tehát erre figyeljetek, hogy szépen a legjobb az, hogy hogy is fenékszélesre terpesz, egy hüvelykújnyi, vagy ha kell, akkor egy ökölnyi szélességben fogjuk rá a rudra. Én ehhez képest egy picit szélesebben fogom, de ez már más kérdés. Ez azért van, mert én általában szeretek súlyt emelni, a súlyt emelők meg egy picit szélesebben, egy kicsit nagyobb távolságban dolgoznak, utána rögtön a felvétel és a guggolás is működjön. De aki csak a felhúzást végzi, és nem erőemelő, annak ez a kis fenéktől mért hüvelykújnyi vagy tenyérnyi távolság, az körülbelül ez lesz az, ez teljesen tökéletesen meg fog felelni, és ebből tud dolgozni. A következő pont az, hogy a hátadat nem csak lent, zárójelben engedzem, hogy a hátadat ilyenkor azt érzem, hogy a hasadat is feszítem, mert soha nem csak a hátizmot dolgozik, hanem a hasad is. Az összes törzsizmot meg kell feszíteni, oldalsót is, elsőt is, hátsót is. Ellentétes helyzetben neked nem lesz egyre a természetes emelő öve.
Tehát, hogyha te rendesen megfeszíted a törzsizmodat, hátizmodat, akkor mintha övben dolgoznál. Ha ez nincs, akkor ugye sérülésnek potenciálisan ki vagy téve. Visszakerülve a vállalathoz. Amikor fogod a súlyt, az egész váll szerkezetnek, meg a kezednek úgy kell működni, mint egy kampó. Tehát lenyúlsz a súlyhoz, belekapaszkodsz, vagy bealkasztod a kampót, lezárod, és a lapockádat is szépen magad mellé leszedíted ezzel a csavaró mozdulattal. Ez azért van, hogy ha elkezdesz nagy súlyra dolgozni, és azt látod, hogy valaki emeli fölfelé a súlyt, előre feláll a vállat, föláll, és egy nagyot rárogyaszt a vállára, hát az izület az nem lesz hálás, és senki sem szereti azt, amikor recseg, ropog, kattog a vállat, és utána még elmegy ezzel is rehabilitációs gyakorlatokat végezni, vagy teszem azt, nagy Isten elkezdi kelegetni, vagy elmegy műtetni. Tehát ezek teljesen fölöslegesek, csak tarts szépen a helyén, tehát nem kell hátra feszíteni, nem szabad előre essen, hanem csak egy kényelmesen magad mellé, mint egy újságpapírt betennél a hónap alá, és azt ott tartod. Fogod, pontról pontra, beállítod a cipőfűzőt, hogy a rúd fölött legyen. Beállítod a terpeszt, hogy körülbelül a fenék széles terpeszed legyen. Itt egy kicsit ráfeszítesz a fenek között térdre, nagyon picit kifele nézzen. Itt én egy kicsit más rendet szoktam használni. Ráfogsz a rúdra, beállítod a kézfejedet, utána a könyöködet, és innentől kezdve már csak a hátadat kell hozzászorítani, és le fog süllyedni a feneked a kellő magasságot. Ha elkezded kihúzni a hátad, bum, a megfelelő pozíció bekerülsz, innen szépen a levegőt bent tartod, elkezdesz emelni, fölhúzod, és szépen feneket hátra kitolva vissza tudod tenni, és kész a mozdulat. Próbáljátok ki. Természetesen magát a felhúzást, azt még hosszan tudnám nektek ecsetelni, még rengeteg, sok kis apró pici részlet van. Én úgy gondolom, hogy ez a pár pont, ez a pár fontos szempont nektek épp elég segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy ti hatásosan és biztonságosan tudjátok kivitelezni a gyakorlatot. Az emeléseket nem érdemes elkerülni, nagyon hatékonyak, nagyon hasznosak. Épp ezért szeretném, hogyha minél többen, minél szabályosabban tudnátok ezt elvégezni. Úgyhogy legyetek bátrak, kísérletezzetek, próbáljátok ezt a hétköznapokba beépíteni. Remélem sokat tudok segíteni vele, és ha bármilyen kérdésetek vagy hozzászólásotok van, akkor nyugodtan a videó alján a hozzászólásokba, a kommentekbe ezt tegyétek meg. Én örülök, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, és tartsatok velem a jövőben is. Sziasztok!